Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című műsorát látják. A következő műsorban egy olyan fiatalembert mutatunk be Önöknek, akit hát szerintem sokan ismernek. Sokaknak nem is kell igazából bemutatni, ha csak nem látásból biztosan, hiszen nagyon sokat láthattuk Székesfehérvár utcáin és Székesfehérvár körül is, csak többnyire futva. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Sós Péter ultramaratoni futót, és akkor most jön a bemutatás újabbik része, amit talán kevesebben tudnak róla. ÖMT századost, a 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, 17. területvédelmi zászlóalj századosát, ami majd természetesen beszélünk róla, hogy hogy jutottál idáig, de amit nagyon sokat tudnak rólad, az az ultramaratoni futás, emellett még mindig futó vagy, ugye? Szia! Szia Csilla, és köszöntöm én is a székesfehérvári lakosokat, barátaimat és a tévénézőit. Még mindig, igen, és még szeretnék sokáig is futó maradni. Azt mondtuk, hogy mielőtt belemegyünk ebbe a futás témába, ami egy picit misztikus az egyszerű halandónak, tehát aki nem próbálta ezeket a hatalmas nagy távokat, amit te és társaiddal együtt lefuttok, annak elképzelhetetlen, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, úgyhogy el fogunk jutni idáig. De először beszéljünk arról, hogy eredendő székesfehérvári vagy? Igen, abszolút. Most már mondhatom, ha ki lehet mondani, itt az ember a saját korát kimondhatja, akkor 50 év után is. Tehát törzsgyökeresfehérvári vagyok, itt nőttem föl. Ugye édesanyai ágról is ugye megvannak a családi kötelékek Fehérvárhoz. És hát azóta jó pár év azért eltelt. Sportos kisgyerek voltál? Én úgy gondolom, hogy mindig is mozogtam valamit, mindig is kipróbáltam, és ezt elsősorban a szüleimnek köszönhetem, tehát ők mindig próbáltak valamilyen fajta sportvonalra irányítani. Hát ebből igazából ugye itt végeredményében ugye a futás maradt meg, de kipróbáltam a karatét, a tájékozódási futást, ugye fociztam is nagyon sokat ugye kisgyerekkoromban, öttusáztam, atlétizáltam, tehát mindig volt mozgás a gyerekkoromban is. És mi volt az elképzelésed gyerekként, mi leszel, ha nagy leszel? Hát én gyerekként nem tudtam megmondani. Szerintem nem is gondolkodtunk akkoriban, tehát ilyen általános iskolás korunkban, hogy mi leszünk, ha nagy leszünk, vagy lehet, hogy voltak, akik igen. Én szerintem így visszaemlékezve, nekem mindig az volt a fontos, hogy a közösségbe mozogtunk, fociztunk, játszottunk, tehát ezek nagyon meghatározó dolgok, a mai napig is baráti oldalról is, meghatározták a későbbi éveimet, a felnőtt éveimet. Igen, azt is feltűnt, hogy azért a társaság középpontja tudsz lenni pillanatok alatt. Hát ezt köszönöm, ha te ezt így látod, vagy netán mások is így látják. Én mindig úgy vagyok vele, hogy nyilván szeretek egy csapatba tartozni, de én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig nekem kell a főnöknek lenni, de valahol ott a kör közepén ott kell lenni, én úgy gondolom, és nyilván együtt kell működni, együtt kell tevékenykedni ebbe a csoportba vagy körbe. Amikor készültem erre a beszélgetésre, azon gondolkoztam, hogy azért is vagy nagyon fontos ember ezen a területen belül, mert barátoddal együtt valójában ti indítottátok el igazából ezt a hosszú távfutást, és tettétek annyira népszerűvé városunkban, mint amennyire most már népszerű. Jól sejtem? Hát eléggé úttörök voltatok annak idején Csabával. Lajkót Csabival, de hozzáteszem Máténé Varjú Editet is, meg még mondhatnék igen, azért pár nevet, én úgy gondolom, de jól gondolod, de én egy kicsit kiegészítem, hogy inkább azt mondom, hogy egy híd szerepét töltöttük be, hisz előttünk is voltak nagyon jó vasemberek, ultrafutók itt Fehérváron, csak Rápolti Gyula nevét mondom, akkor ugye hát nagyon sokan ismerik őt is. Igen. A Mészáros Jani nevét mondom, akkor úgy gondolom, hogy őt is. Tehát itt megvoltak. Köszönöm, hogy hoztad őket is, csak talán őket kevesebben ismertük. Hát nyilván itt ők már ugye azért mondhatjuk, hogy már nem aktív futók, de óriási eredménye, nagyon nagy eredményekkel sportoltak, és nagy eredményeik voltak. És utána én azt gondolom, hogy lehet, hogy volt egy ilyen időszak, amire én azt mondom, hogy Lajkó Csabival, Edittel és még páran egy hídként folytattuk az ő sikeres tevékenységüket. Hogy kezdődött nálad a futás szeretete? Erre mindig elmondok ugye egy nagyon jó kis történetet, hogy anyukámmal, amikor a főutcán még forgalom volt, és az országalmáig mentek a kocsik, ott fordultak meg, akkor egyszer talán még itt akkori Velence szállóval szemben levő ABC-be vásároltunk anyukámmal, és egyik pillanatban a másikra én eltűntem, és mire megtalált, én már az országalmánál voltam, ez volt az első ilyen gyerekkori futásom.
de ez még természetesen nem volt tudatos. De, mert hogy a futás szeretete az úgy adott volt, vagy valaki vitt magával? Én úgy gondolom, ez ugye már gyerekkorban kialakult, hogy talán amikor legelőször levittek a szüleim, vagy amikor már elkezdtem tudni ugye nyilván járni, és utána elindult a mozgás, hogy mindig mozogtam, mindig kerestek, hogy hol vagyok, mindig valamerre úgy idézőjelbe eltűntem, elkalandoztam, és ez így már megvolt. Most az, hogy nem lettem focista, mert nem volt olyan labdaérzékem, mert szerettem volna én is vidi focista lenni, de nem volt meg az a technikai tudásom gyerekkorban, hogy tovább tudjam magamat fejleszteni. A futás megmaradt, és már általános iskolás koromban is iskolák közötti futóversenyekre indítottak, hosszabb távokon, megyei, mezei futóbajnokságokon indultam. Tehát ez így szépen már ott a gyerekkorban kezdett kialakulni. Majd elmondhatom, hogy 16 évesen, amire azért büszke vagyok, úgymond a fiatalkori futó eredményem közül, erre vagyok a legbüszkébb, hogy 16 évesen a 4. Ibusz maratonnak a betétszáma, ami 28 kilométer volt akkor, ott azt a 28 kilométer 16 évesen egybe le tudtam futni. Tehát akkor már látszott, hogy azért ez neked egy életforma lehet, hiszen azzá is vált. Valójában mondhatjuk, hogy életforma a futás. Maga ez a mozgás, a futás mozgása is inkább a hosszabb táv, tehát a rövid távon soha nem voltam gyors, és az valahogy nem is elégített így ki. Inkább az, hogy sokáig lehetett futni, és ez a sokáig futás lett később nyilván, hogy a határokat tologatta az ember, hát ugye elég sok kilométer. Visszatérünk majd még a futásra, csak közben ne hagyjuk el a pályád másik oldalát. Általános iskola után hova mentél tovább? Általános iskola után én szakmát, egy nagyon szép szakmát választottam, mégpedig a szakács szakmát. Abban is dolgoztam elég sokáig itt Fehérváron. A Madler családot nagyon sokan ismerik, és nagyon sokat köszönhetek a családnak, a családfőnek, aki a szakács szakmába belevitt, és már nála dolgoztam. Még nem voltam. Két nagy sikerű éttermük van Székesfehérváron. Így van, és abban a Diófa étteremben kezdtem a pályafutásomat, még nem voltam 14 éves. Akkoriban külön tanácsi engedéllyel lehetett menni, amit a szüleim intéztek, hogy már nyáron tudjak dolgozni, és akkor már ilyen egy hónapos nyári gyakorlaton vettem részt, így 14 éves korom környékén. Tehát, és az meghatározta, mert a mai napig ugye a futást, így a gasztronómiát és a főzést is nagyon szeretem. Meddig voltál a szakmában? Hát tehát a szakmunkásképzéstől és nyilván az előtte levő gyakorlati időt kezdve, én azt gondolom, hogy most gyorsan ex-has, hogy mondjuk olyan 10 évig azért a szakmában voltam. Ebben voltak szakácsversenyek is akkor, Nagyszakácsiba például az első között voltunk, akik részt vettünk fehérváriként, és ott, ha jól emlékszem, talán 4. helyen végeztünk Józsa Karcsi barátommal, aki mai napig is a szakmában van. Tehát megmaradtak ezek a régi kapcsolatok így a vendéglátás miatt is. Majd később hozta az élet azt, hogy olyan cégeknél dolgoztam, ahol pont éttermeket látogattam, értékesítő voltam, területi képviselő, nagy multi cégeknél, ahol a gasztronómiába, és az addigi tapasztalataimat például tudtam hasznosítani. Miért hagytad ott a konyhát? Hát a konyhát, ahogy mondtam, igazából nem hagytam ott, mert az a mai napig is megvan, tegnap is benn voltam a konyhában. Kicsit viccesen, de igen, tehát szeretek főzni. Magát a szakmát azért hagytam ott, mert volt bennem egy olyan vágy, hogy tovább tanulás, később érettségizni, és akár ugye eljutni nyilván főiskoláig is, ami meg is történt. Tehát, és közben az élet úgy hozta, család jött, van egy 27 éves kisfiam már, és tehát ugye nyilván az ember élete változott, változásba voltam én is, fejlődésbe, és úgy gondoltam, hogy jó, nagyon tényleg nagyon szép szakma, a szakács szakma, a vendéglátás, de valahol azért nagyon lefoglalja az embert, a családban nem voltak úgymond gyökerei, nem voltak olyan lehetőségek, mint más olyan vendéglátósoknak, akiknek mondjuk már családban volt vendéglátós tapasztalat, akár már elkezdődő üzleti lehetőségek, és akkor így igazából választottam egy más utat. Egyik napról másikra abba hagytam, még utoljára a Széles Gábornak, a Videóton tulajdonosának voltam a protokoll szakácsa, és az egyik napról másikra igazából történt egy ilyen erőteljes váltás, egy szakmai váltás.
A váltások ezen a téren igen gyakoriak voltak, legalábbis nagy váltások voltak, el fogunk jutni a legnagyobb váltásig, amelyben most élsz, de térjünk vissza akkor a futásra. Tehát ott tartottunk, hogy 16 évesen a 28 kilométer már versenyszerűen is megvolt. Nekem itt be is fejeződne az egészséges dolog. Mi egymás között szoktuk már ezt beszélgetni, hogy szoktam mondani, hogy rettenetesen tisztelek benneteket, mert én is sportoltam, de a futást soha nem bírtam, és nem is nagyon tudtam megszeretni, ezért csodálom, amit itt csináltok a kilométerekkel, de azt szoktam mondani, hogy nem normálisak, de... Ez egy dolog. Köszönjük a többiek nevében is, de tudom, ez egy... Minden tiszteletem és szeretetem mellett kell ezt mondani, de mennyi a leghosszabb táv, amit lefutottál már a történelmedben? Hát egyben, ami a leghosszabb volt, az a Balatonnak az egyéni körbefutása, ami kétszer sikeresen megtörtént. Aztán... Ez kilométer? Hát ez ugye 221-220, mert volt egy kis bővítés benne. Na ugye mondtam, hogy nem pár éve magába a kilométerbe, de futottam hatnapos futáson 504 kilométert. Mi visz rá egy sportembert, hogy még többet, tehát nem elég a 28 kilométer, vagy mondjuk a maraton 42, ha jól tudom, tehát hogy nem, még többet kell próbálni, tehát határokat feszegettek, vagy mi adja a futókat? Több összetevője van, én úgy gondolom. Tehát nyilván van egy belső indítatás, hogy most eljutottam 10 kilométerig, vagy 5 kilométerig, és én ezt mondom a kezdőfutóknak is, vagy üzenem, hogy az elején nagyon rövid távokkal kell kezdeni, és későbbiekben lehet folyamatosan, és ez is egy építkezés, főleg ha valaki ultrafutó szeretne lenni, vagy azzá válni, hogy egy építkezés, amit össze kell rakni, ugyanúgy, mint klasszikusan, hogy mondjuk, hogy egy házat fel kell építeni az alapoktól a tetőig, hogy be tudjunk költözni. Itt is ahhoz, hogy olyan eredményeket érjünk el, ahhoz szépen építkezni kell. Ez sok-sok év. Tehát ha azt veszük, hogy én is 27 éve futok, most a gyerekkort ugye nem számítom bele, 27 éve folyamatosan futok, és ebből 11 éve folyamatosan azért mindig, minden évben egy vagy több ultrafutóverseny is volt. Tehát azért ez nem kevés idő. És ez azt jelzi, hogy nyilván ebbe a 11 évbe jutott az ember el, vagy tudott eljutni oda, meg a többiek is, egy ilyen építkezéssel, hogy úgymond elértük a csillagos eget. Annyira életforma ez, hogy szoktatok csapatban is futni, nem egyszer láttalak benneteket, akár Velencén is futottunk már össze, bocsánat, ti futottatok én autóval, ezt azért tisztába kell tenni, és azt látom, hogy közben teljesen lazán beszélgettek, tehát most egy egyszerű halandó, egy közepes futás után is már azért inkább a levegővétellel foglalkozik, ezt tanulni kell, hogy kell levegőt venni futás közben, hogy ne legyen zihálás a vége? Nyilván ez is egy tanulási folyamat, a szervezetnek a tanulási folyamata, igen. Oda el kell jutni, ehhez tényleg nagyon sok edzés, nagyon sok kilométer verseny van benne. És mivel mi szeretjük a futást, és már eljutottunk arra szintre, hogy nem kell most idézőjelbe teszem figyelnünk a szervezetünkre egy velencei tó környék, akkor maradva. Ami egy kis táv nektek. Nekünk is egyszer ugye egy hosszú táv volt a 28 kilométerével, tehát azért én emlékszem rá az első körbefutásom alkalmával, hogy sikerült. De amikor már eljut a szervezet ide, és egy olyan csapatban vagyunk, akkor ugye már nem kell annyira nekünk magára a futásra, és magára a testünkre, a szervezetünkre figyelni a futás közben, a mozgás közben, hanem akkor nyugodtan tudunk beszélgetni, és ezek nagyon jó kis beszélgetések, mert ugye nagyon sok helyről jönnek össze a futóbarátaink ide, a Velencei tóra például, ahol tényleg rendszeresen közösségi futásokat szerveztem meg, majd fogok is. És akkor szépen abban egy-két órában ugye átbeszéljük, hogy kivel mi van a munkahelyén, családjával, mi van, ahogy tart a felkészülésben, milyen versenycéljai vannak, vagy éppen egy versenybeszámolóról beszélget, vagy éppen aktuális általános dolgokról is tudunk beszélgetni. Mindamellett futsz egyedül is, akkor mi jár az eszedben közben? Szoktam igen egyedül is futni, ugye változó. Tehát én szeretek egyedül is futni, meg szeretek társaságban is futni. Amikor egyedül futok, akkor nekem például nagyon fontos, és régóta, és ezt mondom, én például nem hallgatok zenét futás közben. Én
nagyon szeretem azt, hogy hallom magát az élet zajait a sport és a mozgás közben. És ez teljesen mindegy, hogy ez egy téli időszak, vagy egy nyári időszak, vagy hogy ez egy tóparton van, vagy egy erdőben van, vagy egy bevárosban például. Tehát mindennek mindig más zaja van, ugye az évszaktól függő is természetesen, meg a helytől is függ. És én szeretem azt igazából a futás közben élvezni, hogy hallom ezeket a hangokat, hallom, hogy élet van, ugye nyilván látok gyönyörű tájakat, patakokat, folyókat, akár éppen ha tenger mellett fut az ember, akkor ugye éppen a tengert, vagy éppen egy ódon belvárosba, egy óvárosba, akkor azokat a gyönyörű épületeket, ahol az ember elhalad. Szeretem felfedezni a világot pontosan pont a futás miatt is. Kikapcsol, stresszoldás? Az is, de mivel a hétköznapjaimban benn van, igazából ugye ez nem is kérdés, csak az ember összerakja azzal, hogy közben felfedezi a világot, ami körülötte van, vagy ott, ahol éppen van, és ott, amikor fölveszi a futócipőt és elindul. Volt sérülésed futás miatt? Volt sérülésem, de elmondhatom, hogy a 27 év alatt elkerültek a nagy sérülések. Tehát itt azt mondom, hogy műtét ugye abszolút nem volt, meg remélem nem is lesz. Kétszer volt komolyabb sérülésem. Hát az egyik az sajnos nem jókor jött, mert akkor egy Bécs-Budapest egyéni versenyemből kellett úgymond második nap kiszállni. Az tényleg abszolút nem jókor jött, mert egy teljesíthető verseny volt, jó felkészülésen voltam túl. Teljesen váratlan volt, lehetett több oka, nehéz már nyilván megfejteni, de ki kellett szállnom a versenyből nagy sajnálatomra, és sajnos azóta ez a verseny már nincsen, tehát nem tudom kijavítani úgymond azt, amit akkor ott a szervezet éppen lehet, hogy egy ájt parancsolt, és azóta meg, mivel nincs a verseny, már nem tudok újra elindulni. Táplálkozásoddal is, mint sportember működsz, tehát a konyhában olyanokat készítesz, amit az ember egy sportolótól elvárna? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem ezeket a trendi, meg az újfajta, meg ilyen fogyókúrás, meg egyéb dolgokat követem. Én azt gondolom, hogy a klasszikus étkezéssel nyilván ebbe van hús, van saláta, van tészta is, tehát ezeket szoktam én kombinálni. Nyilván a szárnyas húsokat szeretem a legjobban, főleg azokat naturon vagy grillezve, hozzá salátával, de nagyon szeretem a leveseket, ami nagyon sok futóverseny esetén is, meg amúgy is, akár edzések után is jól esik, hogyha hosszabbakat futunk, hogy utána mondjuk van egy nagyon jó kis húsleves például, vagy egy raguleves, úgyhogy én nem nagyon szoktam, hogy mondjam, ilyen nagyon speciálisan és nagyon odafigyelve akár kalóriákra lebontani, hogy mi a bevitelem. Ez lehet hiba, vagy úgy gondolom, hogy akár lehetne ezt tényleg egy kicsit tudományosabban és trendibben, meg felelőbben kezelni, de mivel akár már talán mondhatom, hogy a korom miatt is már nem vagyok úgymond olyan nagyon versenyközpontú, és nem vagyok úgymond rákényszerítve, hogy időeredményeket döntsek meg. Én úgy mondom, én már elértem azokat az időeredményeket, amikre szerintem bárki, de én is nagyon büszke vagyok, és inkább a futás szeretete és a futás az, ami meg továbbra is nyilván meg fog maradni. Itt pedig nem biztos, hogy kellenek ezek a nagyon versenyre és nagyon élmezőnybe való felkészítések. Miért már futsz? Az élelmezésben. Manapság miért futsz? Megfogalmaztad már magadnak? Tehát, hogy miért van az, hogy elmúltál 50 éves, ezt most mondhatom, mert már te kimondtad, és mégis minden nap felveszed a futócipődet, és mész, és gyűröd. Hát elmúltam 50 éves, ez igaz, tehát még felfogni is nehéz egy kicsit, én nem azt kell. Gondolom. Nem is kell. De igazad van, lehet, hogy nem is kell. De hála az égnek nem érzem magamat 50 évesnek. Tagadjunk le egy jó 10 évet, én azt mondom, hogyha ez lehet. Akár. Köszönöm szépen. Tehát nyilvánvaló, hogy amíg lehet, amíg bírja a szervezetem és a szívem, lelkem, akkor én fogok futni. Nyilván a távok, meg a nagyon nagy távok és a határon túl már, hisz én úgy gondolom, hogy eljutottam azért az én saját határaimhoz, nagyon sok mindent kipróbálhattam itt a 27 év alatt, nagyon sok lehetőségem volt. Amit lehetett, én úgy gondolom, abban benne voltam, azt kipróbáltam, és itt, ahogy az előbb is említettem, a futás szeretete, a mozgás szeretete, az egészséges életmód, a barátok, és ahogy mondtam, a adott helyen a futásnak az öröme és a felfedezés a sport által, az meg fog maradni továbbiakban is, nyilván lesznek tervek, célok, meg vannak is,
Úgyhogy ezek azért nem fognak elmúlni. Tőletek tudom, hogy retteltesen rosszul viselitek, hogyha napok múlnak el anélkül, hogy futni tudnának. Ti pedig, vagyis te például pontosan ki kellett hagyjál egy időszakot, mert a koronavírus járvány téged sem került el. Mennyi idő alatt tudtál újra futni? Hát sajnos igen, tudjuk ugye, hogy milyen helyzetben vagyunk. Itt van ez a világjárvány, amiben mindenki, vagy majdnem mindenki sajnos belekerülhetett, vagy bele is került. Én is éppen a munkahelyemből kifolyólag kaptam el még tavaly november vége felé, december elején. Egy jó két hétig annyira ledöntött, pedig én még előtte még egy hónappal se maratont futottam a Fehérvár várpalotát a hegyeken keresztül, tehát a keleti Bakonyba. Tehát egy nagyon jó állapotban voltam, és az egyik pillanatról a másikra a koronavírus úgy döntött le, hogy nagyjából ilyen két hétig a konyhában nem tudtam kimenni magamnak például főzni. Ezt nem értjük ezzel a vírussal tényleg, hogy ilyen sportemberek, mint te, vagy Kaufer Tamás barátod is, hogy elképesztő, hogy tényleg ilyen helyzetbe kerültök, és utána is tudom, hogy hosszú idő, mire terhelhetővé válik a szervezet. Hát ahogy említetted Tamást is, én nagyon örülök, hogy Tamás visszatért közénk. Mert innen sok... is üdvözöljük szeretettel. Igen, így van, és nagyon örülök neki, hogy leküzdötte a Covidot, mert azért vannak különbségek, hogy ki mennyire kerül ebbe bele, mennyire terheli meg a szervezetét, vagy milyen helyzetbe kerül ezáltal. Ahogy én az embereket, vagy akiket ismerek, sportolókat, akik átestek ezen a Covidon, mindenki máshogy élte meg. Tehát nincsenek nagyon azonos, hasonló dolgok vannak, de valahogy úgy mindenki máshogy élte meg ezt a dolgot. És ugye Tamás az sokkal nehezebb helyzetbe került, de már áll az égnek kint van, ő is nem sokára, mert szerintem azért már sétál, egyre többet sétál. Én is így kezdtem egyébként, tehát az első hónap, tehát még a januári hónap az azzal telt el, hogy a belvárosba például sétáltam, ugye egyre jobb időt élvezve, és február körül kezdtem el újra, először még 5 kilométer, 6 kilométer, a futást úgymond itt a Covid utáni új időszakban. Elérkeztünk ahhoz az utolsó néhány perchez, amit a jelenlegi életedre szerettem volna szánni, hiszen nekem legalábbis hatalmas nagy meglepetés volt egy szabadságot élvező, egy futást élvező embert, amikor felhívom, és azt mondja, hogy most katona vagyok. Hát igen, jelenleg egy tartalékos tiszt vagyok, itt Székesfehérváron a 6. Sipos területvédelmi ezrednél, ahogy te is mondtad. Annak az egyik zászlóaljában szolgálom jelenleg a hazát, és hála az égnek nagyon sok jó barátunk van, nem is rég egyik nagyon jó barátom, Janota Zoltán, úgy szintén köztünk szolgál. Ő egy nagyon jó triatlonos, elmondhatom, és edző. De visszatérve az én helyzetemre, munkahelyem, és pontosabban a Covid miatt elvesztettem a munkahelyemet, és akkor volt olyan lehetőség, hogy tartalékos katonaként be tudtam jönni az ezredhez, és hát azóta többfajta szolgálatot láttam el, határszolgálatot, vagy például egy jó hónapig voltam a Dunai Városi Kórházba, ahol ott segítettem az ottani dolgozókat, és én most is szeretném hálámat, és szerintem nem csak az én hálámat kifejezni itt a műsorba, az orvosoknak, nővéreknek és mindenkinek, aki ott is az ottani betegekkel foglalkozott és gyógyította őket, de az egész országba hozzáteszem. Hogy viseled az egyenruhát? Szerintem jól áll rajtam, anyukám ezt mondta. Nem zavar. Abszolút nem zavar, hát nyilván a koromnál fogva, ugye, ami most már nem titok, ugye voltam sorkatona a 90 éves, tehát pont amikor a rendszerváltás volt 90-91 között, úgyhogy akkor is volt már rajtam egyenruha, nem zavar, abszolút nem zavar, tehát nagyon jó a mostani egyenruha. Úgy érzed, megtaláltad a helyed? Én úgy gondolom, hogy az ember nem tudhatja, hogy mit hoz a világ. Ugye ez a tartalékos katonai rendszer, jogrendszer, ez pont egy olyan, ami rugalmas. Tehát, hogyha az ember éppen úgy van, akkor ki tud menni ugye a külső világba, vagy éppen vissza tud térni, mert megmarad egy jogviszony, ami bármikor úgymond aktivizálható, azonnal vagy rövid időn belül újra vissza lehet menni, akár egy másik beosztásba, vagy ahol éppen olyan jellegű munka van. Nem tudom, most jelenleg jól érzem magamat, sok-sok feladat vár rám, meg már eddig is volt, úgyhogy... Most teljesen szerintem ott vagyok, ahol kell, ott, ahol az embernek lennie kell éppen. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sok futócipőt tegyél még tönkre, amennyire csak lehet.
Hát nagyon szépen köszönöm, Csilla, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, és ez így lesz, ahogy te is mondtad. Kedves nézőink, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban Sós Péter ultramaratoni futó volt a vendég. Viszontlátásra!